Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a kezdőkör, a Fehérvár TV sportos kibeszélője. A mai vendégállományt tekintve talán mondhatom, hogy a Médiacentrum és a Fejér megyei hírlap ilyen másfél-másfélre hozza a mai meccset, mivel itt van velünk a Médiacentrum szerkesztője Kajzer Tamás, akit sok szeretettel köszöntök törzs vendégként. Hogy lett másfél-másfél, mikor négyen vagyunk? Mindjárt a vendégeket mondta. Nem számítom vendégnek. A Fejér megyei hírlap sportrovatából Beke Zsombor, nem először már a műsorban. Szia! És hát itt van Németh Krisztián, aki Fejér megyei hírlap és Médiacentrum is, úgyhogy gyakorlatilag mindenki fél. Hol nem dolgozol? Hát ez vasárnyan vagy itt, mint a Horog Laci, hogy hol nem dolgozol? Nem az a kérdés, hogy hol dolgozol. Nem dolgozik. Hogy hol nem dolgozol? Igen, hát rossz poénnal kezdem. Ugye beszélhetnénk itt most a műsor elején arról, hogy van egy újabb téli olimpiai bajnokunk, de ez ki van zárva. Mondtam, én szóltam előre. De hát mégis beszéljünk néhány szót erről, hogy milyen érzések voltak bennetek. Nem tudom, néztétek ezt a döntőt, vagy utólag, mert megvallom őszintén, én nem láttam amúgy, csak az utólagos felvételeket, meg persze olvastam a világhálón a mindenfelől érkező véleményeket, hogy először is, hogy éreztek-e olyat, hogy itt most valahogy megkárosítottak minket? Vagy milyen érzésekkel néztétek azt, hogy Liu Shaolin Shandong ugyan elsőként haladt át azon a képzeletbeli, vagy nem is annyira képzeletbeli célvonalon ebben a őrült sportágban, de elég hamar kiderült, hogy korai volt az öröm, mert hogy ugye szabálytalanság miatt kizárták. Hát nem, viszont szerintem senki se boldog, bár olvastam olyat Facebookon, sporttal szemben folyamatosan kritikus politikai portál Facebook posztját, hogy ők azért gratulálnak a kínainak. Nyilván a sportszerűség de ez a portál biztos nem szokott amúgy kínaiaknak gratulálni. Tehát a Kínával azért gondolom, hogy kritikusak. Most eljött az a pillanat, amikor... Igen, tehát most eljutottuk arra a szintre, igen, náluk. Úgyhogy, de hát... De igen. Egyébként lehet, az a nagyon csúnya, nem? Szerintem hogy... igen, tehát ebben lehet alapvetően, nyilván a sportszerűség megkívánja a gratulációt, ebben a helyzetben nem feltétlenül tartom szerencsésnek, hogy azt mondjuk, hogy gratulálunk nekik. Akkor gratuláljunk csak tényleg Ádónak, ugye Liu Shaolin Sanyi tesójának, Shaolinnak, aki végül is bronzérmet lett, de ez az egész ugye neki is, tehát ő is lett volna inkább negyedik szerintem, ebben egészen biztos, hogy csak a tesó legyen aranyérmes. Teszem hozzá egyébként, hogyha úgy döntenek vagy úgy dönt a vezetőbíró, mert valakit ki kellett zárni, az nagyjából egyértelmű volt ilyen hülye szabályok mellett. Egyértelmű? Na majd beszéljünk ne, erről. Egyébként nyilván fejezd be nyugodtan. Meg tök mindegy, mert nem értünk hozzá, tehát itt tényleg olyan szabályok vannak, és tényleg ez is olyan most, mint a fociban, hogy tudjuk azt, hogy egy angol játékvezető adott esetben több mindent megenged, egy német azért karakánabb. Nekem egy más hasonlatom van erre, de először tényleg meghallgattam, hogy értékelték ezt a dolgot. Szóval csak azt akartam mondani, hogy egyébként ideális esetben ez egy magyar 1-3 egyébként. De hát nyilván Pekingben nagyon nehéz ott amikor tényleg ilyen szabad, úgymond a szabály értelmezés, amennyire maga az értelmezés szabad, hogy nyilvánvaló, hogy egy olyan döntőben, ahol van 3 kínai, meg 2 magyar, ráadásul a 2 magyar lehetne kínai is, hogyha annak idején ugye úgy döntenek, de nyilván nem, mert ugye magyar anyukától vannak, és ezt az országot választották. Tehát egy ilyen helyzetben nagyon pofátlan szabálytalanságnak kellett volna szerintem történnie ahhoz, hogy a kínait zárják ki. Hát sportdiplomáciában Kína nagyon-nagyon erős, mi meg sose voltunk azok. Nyilván, de azt te is mondtad, és ez azért az egyik kulcsa a helyzetnek, hogy ezt Pekingben rendezték, ezt a téli olimpiát. Még az is elképzelhető, hogy mondjuk 4 évvel ezelőtt Koreában egy ilyen szabálytalanságot akkor máshogy ítélnek meg. Nem mondok jobban, de... hogyha itt a döntőben nem kínai van, hanem a Liu Shaolin Sanyi, meg egy mondjuk egy ausztrál, és ugyanez a helyzet, gondolkodás nélkül biztos, hogy benne, hogy az ausztrál zárják ki. Kíváncsi, hogyha megböri az ausztrál, aki úgy lett olimpiai bajnok, hogy tisztes távolságból követte szépen kényelmesen a mezőt, hogy mindenki elesett, és a világ legemlékezetesebb olimpiai aranyérmét szerezte. Ha már a gratulációknál tartunk, azért azt fontos megemlítenünk, mint sportemberi nagyságot, hogy a kizárt magyar versenyző a közösségi oldalán gratulált az egyébként jó barátjának. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy le a kalappal egy ilyen döntés után. Ami a másik fegyvertény szerintem ebben az egész sztoriban, függetlenül attól, hogy nyilván ettől azért nem lehet elszakadni, ettől a ténytől, hogy
nem sikerült az olimpiai arany, de azért a magyar short track brutális fejlődése az utóbbi olimpiázban, vagy az azt megelőző olimpiázban, az valami egészen elképesztő, hogy hogyan sikerült oda kerülni a világ elitjébe egy olyan sportágban, ahol tized milliméterek, vagy egy negyed képkockák döntenek a videóbíróknál arról, hogy most kiborított fel kit, vagy kinek ért be először a korcsolyája. És azt sem tudom elfelejteni, hogy azért ez egy olyan sportág, amit komoly nagy nemzetek is komolyan vesznek. Hát elég, sőt, nagyon-nagyon komolyan vesznek. Ez nem az a sportág, amit tényleg néhány ország vív itt tudom, Közép-Európában, meg Dél-Európában. Ezt is lehet mondani, és többé, neked ez kedvenc témát, hogy mennyi sport. A sportág komolyságát az méri, hogy hol üzik. Ugyanakkor én meg pont azt mondom, hogy ez a rövid gyorskorcsolja, ha speciál nem vagy benne magyarként érintett, akkor egy olyan sportág, amit azért így nagyon-nagyon, hogy mondjam, én most én leszek a rossz fiú, tényleg viccesen lehet nézni. Tehát egy 3 méter átmérőjű kör körül, ami nyilván egyetlen olyan hely van a pályán, ahol ideálisan meg lehet nyerni, azon lökdösi egymást 4 ember, mindig megtörténik, hogy valaki ellöki a másikat, magától elesik, elgáncsolja a következőt is, tehát egy kicsit ilyen bőrlegszerű az egész, miközben nyilván azért eszméletlen melót tesztek bele, meg hihetetlen az a sebesség, amivel mennek, de hát pont ez teszi számomra egy kicsit kétségessé a komolyan vehetőségét, hogy egy ilyen esetet most nyilván egy másik pillanatban, egy másik helyen, egy másik versenyen lehet, hogy tök máshogy ítélnek meg és hoznak végeredményt, mert hogy az egész arról szól, hogy tényleg lökdösi ott egymást ez a 3 ember iszonyat kis helyen. Csak az olimpia meg pont erről is szól valahogy, hogy tényleg próbáld meg a legjobbakat összehozni, nyilván beszéltünk egyébként az olimpián más sportágok esetében arról, hogy azért komoly kritika érte a bizonyos szövetségeket a kvalifikációs rendszer kidolgozásánál, lásd Alpesi Sia, ahol tényleg a mezőny fele ilyen középamatőr, de hogy ettől teszi szépé egyébként, hogy legyen ott mindenki, a legjobbak, és tényleg az adott napon, az adott pillanatban kell úgy teljesíteni, ahogy egy olimpiai bajnoki címhez ezt meg kell csak tenni. Örüljük, hogy megúsztuk egy kizárással, hát bezárhatták volna megint 2 meccsre a Puskás stadion. De árjál, én nem még biztos, hogy nem zárják be. Még lehet. De felleteszünk, úgyhogy ki tudja. Csak ez akkor megint olyan bírói háttér kéne, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg a legjobb nyerjen. Mert most az, ami az utolsó képkocka volt, hogy a rajt előtt így lökte el 2 kézzel a kínai a magyar fiút. Hát adott neki egy lendületet, az jó ebben a sportágban. Az, hogy az hogy lehet úgy nézni, hogy a Liu volt a szabálytalan, mert ugye ez volt az egyik, mert ugye volt 2 szituáció, ez volt az egyik, meg a másik, amikor ugye belülről előzte meg, és ugye azt kritizálta a videóbíró. Tehát, hogy akkor zárták volna ki a kínait is, akit nyilván nem zárnak ki hazai pályán. Hát ez, amit te mondasz, az azért érdekes, mert tényleg egy kicsit így egyrészt a szabályokat, meg talán így a sportek sajátságait ismerve nézted a versenyt. Ezek szerint én nem tudom, mert tényleg nem ismerem ennyire a rövid pályás gyorskocsaját. Nekem az jutott eszembe, nagyon érdekes, hogy amikor tényleg úgy nézünk egy sportágot, hogy amúgy tényleg szurkolók vagyunk, tehát nem vagyunk bennfentesek, nem értjük a finomságait, akkor nyilván meghatározza az állásfoglalásunkat azért az elfogultságunk. De úgy tényleg objektíven nézve, ez megint az a helyzet, hogy de van... nem tud objektíven nézni, Zoli, hát magyar vagy, magyarnak szurkol. Oké, csak azt mondom, hogy megítélni a szituációt az érzelmi töbleten kívül nehéz. Tehát vannak szabályok nyilván, de van egy ilyen helyzet, és akkor nem tudod, hogy a szabályt alkalmazták-e, a jó szabályt alkalmazták-e, jól alkalmazták-e ezt a szabályt, kellett volna egyáltalán, vagy valami teljesen másik. És az jutott eszembe, hogy nagyon hülye hasonlat lesz, de te érteni fogod, hogy ha... Köszönöm. Itt volt ez a... Itt bocs, volt ez... rácok! Zárkörülök, hogy eljöttetek! Itt volt ez a Forma 1-es szezon, az elmúlt szezon, a legvége csúcsosodott ki ugye olyan drámákban, de nem csak az utolsó futamon előtte is történtek olyan dolgok, amikor aki Hamiltonnak szurkolt, az azt mondta, hogy ő teljesen jól és jogosan reklamál, hogy azt a szabályt nem úgy kellett volna alkalmazni, hogy ő megszívta az egészen. A másik a Verstappen anyagok, hogy a Hamilton húzásait milyen szabály alapján, milyen elbírálás alapján ítélik meg, és azt gondolom, hogy ha te Hamiltonnak szurkolsz, akkor rá tudod húzni a szituációra, hogy itt bizony ő vele nagyon kiszúrtak, és azt a szabályt nem így kellett volna. Szabályból adódik, vagy igen, a szabály alkalmazás flexibilitásából. Erről beszélek pontosan. Mert nyilván a szabályok le van. Ez ugyanúgy, mint múlt héten ugye pénteken a Manchester United ugye
Nem az alapú. Megint a Manchester. Nem az alapú. Viszont hamar egy 10 perc alatt ott vagyunk a Manchesternél. Elképesztő. De ugye egy olyan gólt kaptak, amivel a Middlesbrough-tól az FA kupában, amivel ugye utána 11-esek lettek, és az bukta el a United, de ugye egy ilyen vétlenkezezéses szituáció. És azon nyilván, aki United szurkoló, föl van háborodva, hogy mi az, hogy kézzel hozzáérek a labdához, és utána passzolok és gól, de nyilván, hogyha ez a másik oldalon mondjuk a Rashford kezéhez ér hozzá, akkor vétlenkezezés. Igen, most akkor... mondtad azt a szabályt például a fociból, amely valóban hasonló ehhez, ezzel itt a futballnak szerintem sokkal exaktabb és konkrétabb, és mindenki számára érthetőbb szabályai vannak, nyilván ezért is népszerű. De hogy tényleg itt van, mondom, ez a forma egy, itt a short track, van szabály, ráhúzzák az adott helyzetre, valakit kihoznak kedvezményesen, és a fél világ vitatja, hogy valójában itt valami fordított dolog történt, vagy nem is kezd volna semmi. És a relatív gyors hajtás? Jézusom. Amikor ugye... Kaptál egy csekket, hogy most történt valami? Nem, mondom, hogy van ilyen is, hogy relatív gyors hajtás, ez gyakorlatilag hasonló es. Én azt nem értem, hogy a short track-et egyáltalán videózás nélkül, anélkül kikockáznak az egészet úgy, ahogy van, azt hogy lehet szabad szemmel követni? Hogy csináltak mi, amikor még nem volt videó, mi? Hát a tévében lehet, a helyszínen biztos sokkal lehezebb. Azt mondom, tehát a helyszínen lévő bíró. Hát nem is mentek ki sokkal. A helyszínen bíró, akkor hogy állapítják meg? 200-an megy ott, nem tudom hány versenyző. Lehetetlen. Szerintem egyébként én, tudom én, egy 20 évvel ezért én néztem ezt a sportágat, hogy Isten van, tényleg milyen hülyeség, meg mennek körbe, ott van rendes, nagy pályás, egy gyors kocsa. De nyilván amiatt is, hogy ugye lettek ott a 2000-es évek közepén igazán jó magyar eredmények, akár már csak az Európa-bajnokságokon, aztán ugye a VB-ken, meg ugye lett, Torinóban volt olimpiai bronzérmünk. Hát azt akartam mondani, de hogy ez jött, és akkor elkezdte az ember nézni, és egyébként szerintem egy marha jó sport, és van ennek egy, vagy nem feltétlenül ennek, de van egy ilyen hasonló változata, ilyen extrém, amikor a városon belül építenek meg ilyen jégpályát. Az nagyon van benne ugrató, egyszerre az mennek, lögdösödnek, az marha jó egyébként, ugye a nagy energiagyártó cég, de nevét nem mondjuk ide, ugyanúgy ők szponzorálják ugye a Red Bull Salzburgot is. Oké, szintén nem mondjuk, hogy a szponzorál. Meg a Formel 1-es Red Bull csapatot. Igen, valóban 2006-ban voltam a torinói olimpián kommentátor, és ott volt először, emlékszem, hogy Zelinka Ildi közvetítette a rövidpályás gyorskocsaját, és így maga mellé ültetett, hogy mégis segítsek, mert ez egy olyan sporttól így versetett, ő a műkorcsajához volt szokva, egy ember korcsajázik, föl volt írva, hogy mit ugrik, és a végén felolvastuk, hogy milyen pontokat kap. De hogy ezt már közvetíteni is máshogy kell, mert itt tényleg verseny van, mennek egymás mellett, de hát én is csak forgattam a szemem, mondtam, hogy nem is, ott valóban Klok Viktor volt az első, akinek a nevét úgy megtanultuk, meg a lányok akkor már egész jó csapatunk volt, és hát az azóta eltelt 15-16 évben pedig tényleg, ahogy Krisztián is mondta, gyakorlatilag az egekbe lőtt a magyar short tracknek az eredményessége. Hát szurkoljunk minden esetre, ugye ezt most így kedd délelőtt vesszük fel ezt a műsort, még az is lehet, hogy ma estére is lesz valami újabb sikerünk. Ugye azt ne felejtsük, hogy az első olimpia, amikor, az első téli olimpia, ahol két érmünk van. Igen. Eddig nem volt még ilyen. Most gyorsan az első short track-es olimpiai érmünket, azt közben beszélgessetek, megkeresem. Tominak mindig vannak ilyen Csak kapott. Egyet a téli olimpia... Ne, csak nem akarok, mert ugye Knok Viktor így van, de ugye 23-e volt negyedik, 2006-ban. Szerintem ott még nem volt érmünk. Most azt közvetítetjük, mi történik az asztal alatt, mert a nézők nem látják. Igen, az volt egy kiemelkedő eredmény, az a negyedik hely. Nem érem volt még az a negyedik hely. A téli olimpia egyébként mennyire hoz lázba titeket? Ez magyar szemmel sokáig egy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen extrém, klassz, látványos dolog volt, és mindenféle tét és izgalom nélkül nézhettük. Ugyanakkor sokan vannak, bevallom én is egy kicsit azok közé tartozom, akik iszonyan el tudnak varázsolódni a téli sportoknak a hangulatát, a látványától. Nyilván itt most megint, ahogy a Pekingi olimpia eset, vagy a Tokiói olimpia esetén ez a nézőtlen, hangulattalan, kicsit ilyen művien megcsinált olimpia, mert egy olimpiának lenni kell, de hogy azért azok a bizonyos biatlon, sífutó, síugró számok több tízezer nézővel, azok elképesztő hangulatosak szoktak lenni. Szombaton délelőtt a biatlon vegyes váltó mit hozott?
Tehát elképesztő, benne volt minden a sportágból. Izgalom, szél, hideg, ami megzavarta. Tehát elindult a közvetítés, és ugye a Hajdú B. Pisti elmondta, hogy hát itt azért úgy elmondta a szabályokat, mert ilyenkor én ezt szeretem egyébként sokszor az olimpiákban, hogy az ember egy kicsit kap egy kis többet, hogy ja tényleg, igen, akkor mi a más, mert hajlamosak vagyunk, rengeteg sportot nézünk. És ugye, hogy ha nem lősz elég jól, akkor ugye büntetőköröket kell, amikor nagyon rosszul lősz, és nem lehet olimpiát nyerni, meg versenyt nyerni, úgyhogy büntetőkört futnál. És ugye tényleg olyan hideg volt, meg fújt a szél, hogy mindenki futott büntetőkört, egy időben az amerikaiak álltak az élen, és tényleg ez a káprázatos hajrá, hogy három férfi a célegyenesben dönt a vegyes váltó érmeiről, elképesztő izgalmas volt. Hát ezzel párhuzamosan ugye volt a férfiak siatonja, ugye 2x15 kilométer, ami meg hát viszonylag hamar eldőlt, és azt néztük, hogy hogy megy elül az első, az orosz, vagy hát az orosz csapatversenyzője, vagy gyorsan megették a fint, akkor jön a második orosz, meg a harmadik a helyen a fin, és így tudom, másfél perc különbsége, tehát azért vannak ilyen szélsőséges dolgok. Szóval a jégkorongó kívül más tudtok figyelni, vagy néztek a téli olimpián? Hát én ugye egyetlen egy téli sportágat sem tudok űzni, tehát így de curlingesnek picit... tökéletes. Én curlingeztem. Bocsánat. És én nyertem is egy érmet, aranyérmet. Azóta keresik otthon a teaszőzőben. Én a Jegemac csapatával nyertem egy országos bajnokság előtt ilyen felvezető, vagy lehet, hogy nem is arany volt, várjál. Na mindegy, valami érmet kaptam. Kaptam végén befutó érmet. Nagyon jó sport a curling, egyszer egy sitáborban én is kipróbáltam Ausztriában. Tényleg nagyon jó, hogy fejtel a figyelmet. Rájön az ember, hogy nagyon nehéz. Maradjunk egyben, nagyon jó játék. Igen, de hogy poénkodsz rajta, hogy tényleg ez a partvisa, a seprika, jegemben. Komoly meló. Az nagyon komoly meló. Hát én ugye nem első ember voltam, hanem... Tehát az, aki a leggyengébb láncszem, én végig söpörtem. Én voltam az első, aki elindítja a követ, és utána söpörsz. De rögtön utána 10 nő írt rád, nem? Tehát ilyen házias férfit azért nagyon keresnek, aki ennyire tisztán tartja a környezetét. Nem, az jó volt, szerettem, de nem csináltam sokáig, mert nem volt rá időm. Térdet nem bírta. Akkor még nagyon jó volt a térdem. De alapvetően nem állnak sajnos közel hozzám a téli sportágak. Én a téli olimpiát akkor vártam a legnagyobb izgalom, amikor az unoka testvérem biatlonban indult Szocsiban. Kicsoda? Bombos Károly. A Karcsi neked unoka testvérem? Hát együtt triatlonoztatok Budaörsön. Ezt mikor beszéltünk? Nem derülne. Csárli, így van. Mondd, és a Zolynak meséltem múltkor róla pont. Csárliról persze. Nekem a volt testvérem. Nekem hozott... Sven Riederertől aláírt. Aha, nekem nem, mert nem is tudom ki csoda. Ő az, aki kesztyű nélkül. Kesztyű nélkül nyomta a biatlont. Nagyon kemény pacák. Az igen. Nekem egyetemista társam volt, akivel együtt színházasztunk Vici Ámber. Bocsánat, Sven Fischer volt. Sven Fischer volt, nem Riederer, hülyeséget az nem. A triatlonos volt. Sven Fischer. Vici Ámber, aki válogatott sífutó volt, és szintén volt, úgy tudom, olimpián. Hát igen, nekünk magyaroknak ez sokáig ilyen tényleg távoli hóbort volt, de például a síjelés, tehát az azért csak lázbozza az embert. Néztem tegnap, főleg a két ugye gyors számon van most a férfi mezőny, a lesikláson és a Super G-n. Hát a mi kis sítáboros közeli emlékeink, tehát hogy Kajzi mindig mérte, hogy egy nap melyik volt a csúcs sebessége, és azt mondja, most meddig 70-ig jutottál? 78-ig. Igen, ami már, de lehet, hogy csal egyébként, mert ugye elnézve, hogy mennyivel mennek ezek valójában, hogy mi az a 130, meg az a 120, azt gondolom, hogy tényleg mi a síjártek még kategória vagyunk nyilván. Brutális. Még így is, hogy tényleg ilyen abszolút műkörnyezetben, tehát műhavon, sivatagi körülmények között majd, hogy nem, szerintem katar lesz a következő téli olimpia. 14, tehát még túl hideg is van, tehát úgy sivatagi körülmény. És az, hogy műhó, hát most tényleg te, amikor jó, az kimész, azért mondom, te, amikor kimész egy sípályára, akkor érzed, hogy most este dobtak rá egy kis műhavat? Nem, pedig hát lehet, hogy igen. Zsombor, te szoktál síelni? Nem, én még sose síeltem. Köszönjük! Ti középen. Igen. A téli olimpiákkal kapcsolatban a jégkorongon kívül még a síugrást tud lekötni igazából. Most pont úgy jött ki időben, hogy csak bele tudtam nézni, de az volt a pont Knézi Jenő közvetítette, aki általában szokta is ezeket. Ő mondta, hogy a normál sánc, a kis sáncon kezdtek, hogy és annyira... És ott is a Szolnoknak szurkol? Igen, ott is a Szolnok, és ha az Alba nyert, akkor ott is sírt.
Nem, régen amúgy ott nagy osztrák szurkoló volt a síugrat, tehát ott sem sikerült teljesen. Ha a tutira megy ő azért, akkor úgy veszem észre. Most már nem tud az osztrákoknak szurkolni, én se sajnos, mert nincs sok jó síugró, de ott volt nagyon sok esélyes, mert hogy aki vezeti a világkupát, a Kobayashi, ő nem ugrott jól az edzéseken, volt egy-két ismeretlen arc, aki váratlanul ugrott jól az edzéseken, és mégis valahogy a versenyt a Kobayashi nyerte, aki a négy sáncot is megnyerte évvégén, meg aki a világkupa összetett. Óriási arcok vannak. Egyébként biztos, hogy óriási élmény, már ha nincs Covid, egy téli olimpia, nem, megvan a sajátos varázsa. De a Lillehammeri volt annak idején, amire azt mondták, és nekem is olyan emlékem van róla, hogy minden idők, nem csak a téli, talán még a nyári olimpiákat is beleért, hogy olyan elképesztő hangulat volt. Az ugye egy kisvárosban gyakorlatilag, de több százezer, és tényleg a sportolókkal. A váltásos olimpia. Igen, test közelben voltál tényleg a sportolókhoz, ami ma már gyakorlatilag mindenféle világeseményen elképzelhetetlen. Hát most a Covid a valamelyik női ékorong meccset maszkba játszották. Igen, a akart menni, meg későn érkezett meg az ellenfél PCR tesztje. Nem beszéltek a tenisz szövetségben senkivel? Ott tilos a kontakt női jégkorongban, tehát viszonylag biztonságos környezetben. És ott volt a maszk alatt az FFP maszk mindenki, tehát ez annyira abszurd. Rácsos fejvédő, maszk, FFP maszk, így kell jönni. A kapuson hát még lehet, hogy volt még egy ilyen egész harcos is esetleg. Biatlanról itt eszembe, múltkor képzeljétek, kipróbáltam egy 5 tusa pisztolyt, és én pisztolyjal mindig rosszul lőttem. Lézer? Lézeres. Run is meg volt, vagy csak a lézer? Nem volt, és tök jól lőttem. Tök jó? Tök jól lőttem. Hát futás, ha ez futás, ez is mutatja, hogy sokat felpuhult azért az 5 tusa már. Kicsit könnyed. Hát most egyébként ugye ír volt a múlt héten, hogy sem az 5 tusa, sem a súlyemelés, sem az ökölvívás ugye nem szerepel. Vagy a birkózás? Az ökölvívás is benne volt. Hát ezt de nem akartam belevenni feltétlenül a műsorba, de egy poén szintén azt olvastátok, hogy milyen ötletek merültek fel az 5 tusában a lovaglás helyére? Én meghallgattam tőled. Párna csata? És azt hiszitek vicc, és létezik ilyen sport. Én láttam. Képzeljétek el. Üsted is, láttam? Nem? Mi nagyon üsztük. Középiskolai kollégium, vagy egy de Miki nem derül a Krisztiáról a műsorban. Kipróbálta a curlinget. Érme is van benne. Az, hogy milyen, azt nem tudjuk, de van érme. Akkor lőtt már lézerrel, párnacsatában király. Hát te vagy a jövő. Volt rokon az olimpián. Micsoda? Volt rokon az olimpián. Ennyi. Igen. Milyen volt rokon? Rokon. Na mindegy, szóval felmerült, hogy párna csata, hogy tényleg úgy előttem valahogy a Anika Slói végre egy jó párnát húz, és meg tudja verni az ellenfelét, pofán veri kétszer párna csatában. Hát de volt egy kicsit így megvarjálni. Kis párna, nagy párna, tollpárna, memória habos párna, miért kapsz? Magyar párna készlet, nagyon jó, de nem mindig mi rendezzük a világbajnokságot sajnos. Na jó, mindegy, vissza a fagyos hangulathoz, mert azért sajnos az nem csak a téli olimpia kapcsán van meg, bár tulajdonképpen lehet mondani, hogy inkább forró hangulatú volt ez a Vidi Debrecen mérkőzés itt a labdarúgó OTP Bank ligában. Az eredményét nézzük meg a fejvári csapat körüli hangulatot, akkor talán inkább a fagyosan jó jellemző most. De nem tudom, Kriszt, te szemtanúja voltál a mérkőzés előtti tömeges bemelegítésnek? Részvevője. Érdekes megközelítése. Igen, láttam, hogy mi történt. Mi történt pontosan? Hát, mert régen számolhattak be a újságok magyar futball kapcsán arról, hogy nézőtéri rendbontás történt. Ezekben igen, a családbarát stadionokban. Láttam egyébként, hogy a körfolyoson elkezdenek futni az egyik szektorból a másik felé a szurkolók. Hát lehetett, és sejtettem, hogy hová tart az a pár 10 fős társaság, vagy nem tudom mennyien. De fönt a keringő, vagy a kerítések? Igen, a keringőn. Ott ment egy kis csöpp. Aztán kijöttek onnan a szektor. Keringő, bocsánat. Szóval, igen, hát láttam, de őszintén szóval nem, én nem tudom pontosan. Nyilván a debreceniek úgy jöttek be, hogy mindjárt egy üzenettel melegítettek. És ez nagyon érdekes, mert valamikor egyébként egy 20 évvel ezelőtt óriási barátság volt a debreceni és a Vidi tábor között. Mol Vidi volt ugye a csapatneve, akkor nagy bratik voltak. Tehát, hát hogy... Debrecenben ugye elment most ez a hajó, itt a barátsággal kapcsolatban legutóbb. Hát nyilván ott van egy kerítés, fölötte van egy háló. Tehát mire gondoltak? Mi volt igen, ez a kérdés, hogy mi volt a kérdés? Ez csak egy erődemonstráció volt. Az most nem idézhető, amire gondoltam. Tehát az nem fér be itt a műsor konkrétan. Időben.
Hát én ennyit. És akkor láttam. Neked ilyenkor egyébként, hogy a Krisztián dolgozik műsorközlőként, vagy hangos bemondóként, és azon gondolkoztam, hogy ilyenkor be kell mondod, hogy megkérjük a kedves szurkolókat, hogy sportszerűen verjék egymást, vagy nem. Ha utasítás érkezik rá, nem érkezett. Ez nem a rendőrség, rá. A rendőrség dolga, meg a biztonsági szolgálat dolga. Hát a rendőrök egy kicsit később érkeztek. De a biztonsági szolgálat állítólag nem bírta az esemény súlyával. Én nem tudom a részleteket, én csak azt tudom mondani, hogy ez lehet, hogy sőt, biztos, hogy haragszanak egymásra. De közelmúltban a Nagy Erdőben találkozott egymással 60, de hogy ez, debreceni 60 fehérvári szurkoló, és nem kávéztak. Nem a stadionban való, és akkor még kette ott leugrottak, beugrottak a pályára, a palánkok mögé, talán, hogy leszakítsanak valami debreceni molinót, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem tudtam mire vélni. Igen, nagyon érdekes, mert ugye ez az egész stadion program, meg amióta egy kicsit tényleg így... És tudjátok, hogy tényleg az a baj, hogy ott volt ez a sztori, ahol ott a családok ültek abban hát a igen, szektorban. Ez a családi szektorok, tehát, hogy a C-szektorokról beszélünk. Tehát, hogy mellettem azért ne dobálják meg egymásra a sört a szurkolók. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a szakaszon már a magyar futball túl van. Hát, de oké, csak hát, ilyenkor mindig eszembe jut, azért jó pár évvel ezelőtt hozták, meg mindig mondják, hogy Svájc, és ugye konkrétan a jégkorong mérkőzés szakadt félbe, jutott 8 évvel ezelőtt szurkolói rendbontás miatt. Most gondolod, de tényleg Svájca valahol ki van írva, hogy 90, ott 90 nem megy a Maseratival is. Ott akkor történik egy ilyen. Néha benne van. Persze, nyilván a családbarát szektor, ne, meg tényleg... Hülyén hangzik, de hogy sokkal kultúráltabb a Nagy Erdőben 60-an találkozni. Intézik el a stadion kívül. Tehát, hogyha van valami problémájuk, akkor igen, beszéljük igen, meg. Valóban nagyon régi rossz időket idézni. Én emlékszem, voltam még olyan vidi meccse régen a betonkaréjos nagy lelátó, tudjuk, de óriási beton lépcsők voltak tulajdonképpen, hogy lerugdosták egymást. A Győrrel volt nagyon rosszban, emlékszem annak idején a vidi tábor is ott. Hát ott nem voltak még kerítések se gyakorlatilag, volt olyan, hogy átszaladtak egymáshoz, és aztán láttam, nem tudom én, a három emeletet, majd hogy nem lerugni valakit a lépcsőn. Tényleg azt hittük, hogy ez már nincs, reméljük, hogy nem is lesz, majd most kíváncsi leszek, hogy a kiadott közleményben megfogalmazott irgumburgum csak az milyen... Csak nehogy bezárják a családi szektort emiatt. Igen, tehát hogy milyen következményekkel jár, nem tudjuk az puskást, egyrészt az MLS részéről, másrészt, hogy a klub valóban be tud-e azonosítani bárkit és kitiltani, mert ugye a szigorú hangú közleményben ez szerepelt, hogy ezt így maximálisan elítélik, és akkor majd lesz nagy retorzió. Hát sajnálatos, hogy ez történt. Nyilván azok részéről, akik átrohantak a vidi táborból, van bennük egy indulat, de nem egyáltalán nem hiszem, hogy ezt az indulatot a stadionban egy futballmérkőzés előtt kell levezetni. Tehát ezen már szerintem úgy túl. Na, de ha már az indulatról, meg ugye adott esetben frusztrációról. De, viszont, bocsánat, nem akarom itt elvenni a kenyeret, de hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ami Szabi Csillinek valami elképesztően jó jöhetett volna. Hát erre akartam rátérni, hogy nyilván a szurkolóban meglévő frusztrációnak lehet, hogy az is van köze, hogy a csapat az nem nagyon tudja teljesíteni az elvárásokat. Finoman fogalmaztál. Én azt gondoltam a meccs előtt egyébként, hogy ha ne adj Isten kikap a vidé, akkor olyan helyzetbe kerül Salu István, hogy nem teheti meg, hogy nem hoz személyi döntést. De most azt gondolom, egyrészt mert nem történt meg, tehát nyilván ez sem olyan egyszerű kérdés. Én nem tudom, hogy voltatok ezzel a meccsel, én se vagyok feltétlenül elégedett azzal, amit látok. De hogy egy edző felelőssége meddig terjed abban, hogy egy gyakorlatilag olyan ellenfél, amelyik az első félidőben a kijáratot keresi kétségbe esetten, és olyan szinten van lefocizva, hogy egy ilyen ellen nem tud mondjuk 2-3 gólt berúgni a kialakított helyzetekből a csapat, ez nem tudom, hogy edzői felelőssége, hát azzal együtt, hogy nyilván sok hiba van a játékban. Nyilván az, hogyha megvannak a helyzetek, az alapvetés, tehát az már egy pozitív dolog. Az, hogy azok a helyzetek miért nem mennek be, az egy nagy kérdés. De az már, hogy a csapat eljut a helyzetig, az szerintem az edző felelőssége. És onnantól kezdve pedig nyilván a játékos, és ott az a kérdés, hogy az a játékos az mentálisan alkalmas-e arra, hogy a vidiben futballozom, vagy ilyen helyzeteket berúgjon. Ugye sokszor én is itt-ott azért látom, olvasok ilyen-olyan fórumot, sok esetben fölmerül a kérdés, hogy van-e megfelelő mennyiségű nyerőtípusú játékos a vidiben, mert ez lenne a másik alapvetés, hogy olyan játékoshoz eljutatni a labdát helyzetben, aki az a fajta nyerőtípusú, aki egy Debrecen ellen mondjuk ez 3 helyzetéből 2 gólra vált. Ugye, és itt akkor már megint nem biztos, hogy Szabics Imre a kérdés,
én is azt gondolom egyébként, hogy ezen a mérkőzésen a Vidi összességében jól focizott. Meg amiket írnak. Ugye de, az is. De most itt, hogy csak hogy visszautaljak az előbbi témára. Ha én a Vidiben futballozom, és nem futballoztál? Nem. Hát nem, tudod, a curlingben tettem. Ezt már kitárgyaltuk, Krisztián labdarúgó múltját. Igen. Igen, és tehát ha én a Vidiben futballozom, vagy futballoznék, és lenne bennem Vidi szív, akkor egy ilyen mérkőzés, ami úgy kezdődik, hogy össze akar verekedni a két tábor. Ez földob. Akkor azt mondom, hogy igen, ez nekik fontos, mert megtámadták őket Debrecenben, akkor én a pályán sportemberként kirakom a szívemet, hogy az ellenfelemet, nem az ellenségemet, az ellenfelemet a pályán legyőzzem. Többek között értük is, és ezért a helyzetért. És ezt hiányoltad? Hogy megmutassuk azt, hogy hát történt ez az affér, ez a sajnálatos affér, de ez a sport, és mi megmutatjuk a pályán a Debrecennek, a debreceni szimpatizánsoknak, hogy ezen az estén az futballban Jobbfehérvár. Az a baj ezzel, amit mondasz, ugye, hogy azért jelen pillanatban mi egy olyan ország vagyunk labdarúgás tekintetében, hogy ide jön a játékos, és tudom én egy-két éven belül szeretné magát eladni, mint lásd Uzuni Spanyolországba. Ez idő alatt téged nem fog megfogni az, hogy most a szurkoló tábor milyen, sok esetben kint sincs a tábor. Az ukránok valószínűleg láttak már ilyet. Az ukránok keményebbet is, de hogy az a baj, hogy ezzel nem, tehát hogyha sok néző van kint, akkor örül, mert hú, de jó, akkor van valami hangulat, az a legnagyobb baj, és nem feltétlenül most ez a Vidire ráhúzva, de sokszor szerintem egy-egy légiós kimegy a pályára, és azt se tudja, hogy most ott ül, vagy ott ül az ő szurkoló tábora. Érted? Hát, hogy itt ez a probléma, jó, de most ezen a meccsen ti ilyen hozzáállásbeli problémát fedeztetek fel, mert ebből az következne, hogy minthogyha ezzel lennétek elégedetlenek. Miközben azt mondjuk, hogy amúgy kialakította azokat a helyzeteket a Vidi. Mert olyan, mintha ilyen robotszerűen mennénk előre. Tehát, hogy lendület nélkül nagyon sokszor megvannak a helyzetecskék, de hogy az igazi koncentráció, az igazi élesség pont a kapu előtt nincs meg. Szóval itt megint föl az edző felelősség, és itt van, mert ő felel a mentális felkészültségét. Ő felel azért, hogy olyan játékosokat rakjon be a kezdőbe, aki mondjuk nem három napja van itt. Tehát például, amikor a felcsúton felálltunk úgy, hogy két új igazolás benne volt ugye a lengyel meg az új a csapatban, úgyhogy valamelyik a hét elején érkezett, szerintem az edző felelőssége, hogy így rakta be. Hát nem tudom, én meg pont azt láttam egyébként, hogy mondjuk ez a két játékos, illetve pláne a szintén napokban igazolt belső védő, egészen magas szinten játszott, és lehet, hogy inkább ott van az edző felelőssége, hogy a cseréknél, a taktikai felállásnál, a változtatásoknál, Carillo változtatott ezzel a mérkőzésen, neki ültek a cseréi, bejöttek a változtatásai, ott biztos, hogy felmerül az edző felelőssége. Az élességhez meg hát annyit, hogy nekem tényleg az volt a meggyőződésem, hogyha van ebben a csapatban egy André Alves kaliberű csatár, vagy egy 10 évvel ezelőtti Nikolic, akik ketten azért 30 gólt lőttek mondjuk egy bajnokságban, akkor az ilyen meccset biztos, hogy megnyeri a Vidi, mert az a befejező ember az nincs meg ebben a csapatban. Zivzivadzét is elengedjük, mondjuk nekem nem fog hiányozni az Újpestben. De ez is azt mutatja, hogy nincs az a kaliber, és erről beszélt ugye Sallói is, hogy ilyen. Kodró nem az a kaliber? Hát úgy tűnik, hogy nem, mert az ilyen meccseken neki kéne. Ugye először még a Debreceni, az egyik debreceni támadó megbotlott a labdában. Akkor érezhető volt a Vidi. Annyira finom a fogam, pofára esett, mint a zsíros kenyér a labdában az ígyszerben. Utána viszont a másik akkora gólt rúgott, mint a húzat. Várható volt, hogy a Debrecen meg fogja fordítani előbb vagy utóbb ezt a találkozót, ha nem lesz extra teljesítmény. Ami pedig a kihagyott helyzeteket illeti, Márton Gábor jut eszembe. Végig ezt mondta egyébként annak idején. Hát ezt mondják az edzők általában. Meg volt a játék, valahogy a helyzetek nem mennek be. Hát, ja. Igen. Hát meg amit említette, ez a cserék. Tehát az, hogy a Szabics Imre lassan egy éve itt van, és még mindig nem jutott el odáig, hogy ötöt cserélhet egy meccsen, hanem egyenként hármat leszed az esetek 80%-ában. Hát mert ő megkészül arra az időszakra, amikor ez a hülye szabály nem lesz érvényben, és akkor őt majd ez nem fogja meglepni, meg nem lehet belenyúlni a mérkőzés. Tehát másik fél időben, amikor mondjuk kellett volna akár frissíteni, vagy egy kicsit friss erőket behozni, akkor nem élt az összes lehetőségével. De felcsúton is 86. percben hozta be a Géresit vagy a Nikolicsot. Tehát, hogy hát akkor visszatérünk oda, amiről egyébként sokat beszéltük ide Vidi kapcsán, akkor is, amikor Sallói
Szabó István itt volt, hogy valóban mennyi minőség van ebben a keretben, mennyi olyan játékos van, aki akár rövid idő alatt, vagy akár cserekét beállva olyan mentális állapotban van, olyan nyerő akarattal rendelkezik, és olyan képességekkel, hogy el tudja dönteni. Igaza van Kajzélnek, ugye múlt héten a Hókisok Magyar Kupa döntője kapcsán hangzott ezzel itt Horog Lacitól, hogy egy légiósnak hiába mondod, hogy Fehérvárnak milyen fontos megnyerni egy kupameccset, amikor a 64 meccsből éppen a 58-at játssza, és fingja nincs, hogy most ez miért fontosabb a másiknál. Ezt valóban el kell tudni magyarázni. Na de hát nem csak itt vannak problémák, és ugye amit megállapíthatunk, hogy a magyar edzők vagy süketek, vagy vakok, mert a múlt héten azon poénkodtunk, hogy Szabics Imre nem hallotta az őket érő kritikát, most pedig ugye a Ferencváros sztáredzője mondta, hogy nem látta, hogy hazamegy a közönség a stadionból. Ez talán még furcsább, hogy valaki nem látja. Egyébként, megfulladok, ugye. Ott valamelyikötök mondta, hogy még kell, ugye, nem mondta Zsombor, hogy még kell berakni tényleg a tegnap előtt még másik kontinensen lévő játékosokat. Ugye Csercseszopnak is most fölrótták, most éppen olvastam egy cikket, ahol Zúrják Csöpi, Nyilaselek, Hajdú Attila szólaltak meg, és talán a Hajdú Attila, vagy lehet, hogy Vince Otto volt valamelyikőjük. Tette szóval, hogy ő nem érti, hogy ugye a három Afrika kupát megjárt játékos, az hogy került ilyen hirtelenbe egyből a kezdőcsapatba vagy a csapatba, mert hogy nem voltak itt eleve a felkészülés, az tényleg egy zaklatott felkészülés volt, egy edzőmeccset játszott a Fradi, új edző van, stb. Úgyhogy ez itt is egy érdekes kérdés, hát nyilván Ádám Martin eltalálta azt a labdát, egyébként tehát óriási, tehát tényleg a jobb hát vagy a bal hát vagy előre vágta, Ádám Martin megpróbálta és bejött, tehát megrúgta nagyjából az év gólját. Igen, poénkodtunk itt a Pakson, meg is. Nyilván mondjuk, hogy lehet ezt relativizálni. Tény, hogy ebben a szezonban azért ők hozzák a nagy meglepetést. Ezzel nem is csak azzal, mert az, hogy most tudjuk, hogy a Paksban csak magyarok játszanak, ezt már szerintem lerágott csont, de most már nem tudom, valami 50 gólnál tartanak majdnem a bajnokságban. Hát legtöbbet rúgták, azt hiszem legtöbbet is kapták nagyjából. Mert ez őszinte focit játszák, hogy mennek aztán. Hát igen. Amiben benne van az egyébként az igazság, hogy ha mondjuk Juhász Roland a pályán lenne, még szerintem ő el tudta volna magyarázni a többieknek, hogy miért fontos ez a Debrecen. Na de ott ül a kis autóban, benne van a szakmai stábban. Hát nem tudom, hogy mennyire van lehetősége. Na de most már átváltottunk a Fradira, most hogy indít a Juhász Roland? Hát, de legalább a Manchester United-et hozzad már, hogyha valami párhuzamos példát akarsz mondani. Játszunk a Burnley-vel. Na hát, és beszéljünk egy kicsit a... Szóval a Puskás lesz a bajnok, azt akartad elég. Azt fel akartam tenni kérdést, igen, hogy egyrészt akkor tényleg lezárva a vitémet, hogy ti most elküldenétek-e Szabicsot, azért nagyon komplexitásában nézve ezt a kérdést, másrészt meg, hogy tényleg elképzelhető, hogy a Felcsút lesz a bajnok? Simán benne van a pakliban szerintem, hogy a Puskás lesz a bajnok. És az is, hogy a Vidi még a dobogóra se fog kerülni. Hát ez most jelen pillanatban matematikai valószínűség. Az, hogy a Puskás lesz borzasztó. A bajnok, az a fővárosban dől, a 9. kerületben, hogy Csercseszob össze tudja rakni ezt a Fradit, vagy nem. Tudnak-e még igazolni, vagy nem? Ugye még egy kicsit van az átigazolási időszakból. Ugye Uzuni az egyik legjobb, az távozott a Fradiból. Ott is azt gondolom, hogy vannak azért minőségbeli problémák, meg olyan. Tehát egy csapat azért nem bírja el azt, hogy tényleg három olyan játékos van, vagy négy is akár a keretben, akik valamikor nagyon jók voltak, ha egy itt lenne, akkor tök jó lenne a 30 percre, de hogy itt vannak hárman, négyen, akik kvázi a Zeniten túl levezetni jöttek, és van egy-kettő szerintem mellényúlás, akár tényleg ugyanazok a hangok vannak egyébként most, hogy a Fradi kikapott már kétszer, mint a Vidinél, tehát tudjuk, hogy a szurkolók azok mindig a pillanatnyi helyzet szerint temetnek. Nem, a Puskás, és a Puskás mellett az mindenféleképpen szól, hogy egy nagyon jól összerakott csapat, és hát őket nem zavarja a szurkolói felhőzés. Nincs nyomás gyakorlás, ez tény. Én nem lepődnék meg, ha Csercseszov és Szabics néhány hét múlva egy fővárosi kocsmába vodkázna munkanélküliként. Igen, ez markás. Legalább te állást foglaltál, ugyanis az a helyzet is van, azért ne felejtsük, hogy ma este 8-kor játszik ugye a Vidi Szegeden magyar kupa mérkőzést. Nem mondom, hogy azért nem esélyesként, de nyilván azért egy NB2-es Szeged nem ugyanaz a kategória, mintha most még valami megyei együttesek kéne játszani. De ez a Szeged, játszani. Ez most egy egész jó Szeged. De lehet ez a Szabics szerencséje, hogy most kupameccs volt kedden, ugye a
szombati bajnoki után, tehát hogy nem volt idő kirúgni. Hát majd meglátjuk, hogy mekkora szerencse, mert ez most gyakorlatilag egy kupa, ez élethalál lett a Vidinek. Tehát abban megegyezhetünk, igen, hogyha ez a csapat a maga hátterével és körülményeivel a nemzetközi porondos szereplés nem vívja ki, az borzasztó ciki, az rettentő égés, az szerintem teljesen méltatlan, és hát nagyon úgy néz, hogy ez a magyar kupában van most erre a legtöbb szansz, mert azért 6-8 meg 9 pontokkal lemaradva a dobogótól a bajnokságban, ez elég nehéznek tűnik. Viszont a magyar kupa meg óriási lutri, tehát ott azért egy-egy meccsen kell. És most még a Szeged ellen is. Hát igen. Most én nézd meg, a Premier League csapatok közé is 1-2 kiesett. Tehát akár a Leicester, akár a Manchester United. Na, végre. Ugye? Adás elején is, végén is United. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a mai meccset meg kell várni. Tényleg jusson tovább a Vidi, és tényleg ne, hogy véletlenül az történjen, hogy itt még ez is ilyen csúnya véget ér. Annyira nehéz, ugye, most hogyha mondtad, ugye, hogy Csercseszov is néhány hét múlva, hogy ott, ahol tényleg adott esetben hiszed azt, hogy mondjuk minőségi játékosok vannak, minőségi játékosokat hoztál, meg fogsz hozni, és ez tényleg az edző hibája, de tényleg 3-4 havonta kirúgni jó szerződéssel lévő edzőket, meg adott esetben komplett szakmai stábot, mert abban egészen biztosan lehetünk, hogyha Szabicsot kirúgják, akkor itt nyilván Juhász Roland és Torgára Sanyi is mennek. Az nem komoly. Hát ez a nagy kérdés, igen, hogy ezt egyrészt nyilván, igen, van egy anyagi vonzata is, bár lehet, hogy ez ügyben kevesen féltik a Fehérvárt. Meg akit hozol, honnét tudod, hogy tehát azért nem, itt mi nem azzal, nem úgy vagyunk, hogy tényleg, hogy most akkor az Antonio Contét hozzuk, vagy a Jürgen Kloppot, érted? Éppen melyik szabad. Hát én azt gondolom, nem tudom, ezzel egyetértetek-e, hogy ha mondjuk odáig is fajul a helyzet, de lehet, hogy most is ez a helyzet, hogy ha a Szabicsot nem is kell elküldeni, de ha elküldi pláne, akkor mondhatjuk, hogy ezt a szezont ezt már nyugodtan elfelejthetjük. Itt az a kérdés, hogy Sallói és a klubvezetés ezekkel az igazolásokkal, illetve esetleg egy későbbi edző személyével már felkészül-e arra, hogy mondjuk a következő idényben ne érje ilyen kellemetlen meglepetés a szurkolókat. Ezzel együtt még, hogy tényleg Szabics nyakába varunk sok mindent, én még mindig azt mondom, hogy azért ez a keret, ez még mindig nem az a keret, amit látni szeretnénk szerintem, ha csak a keret összetételét nézzük. Itt azért sok olyan játékos van szerintem, aki nem üti meg azt a szintet, sem képességekben, sem pedig a hozzáállásban, vagy a nyerőtípusságban, amire mondjuk egy Vidinek szüksége lenne, és azt nem tudjuk, hogy ha ebben lenne változás, akkor Szabics többet ki tudna hozni ebből a keretből, vagy nem. De ez az a baj szerintem, hogy tulajdonképpen a keret erejét nézve ez a csapat, ez jelen pillanatban harmadik, negyedik. És azért nem harmadik, mert a Kisváddal szerintem erőn felül teljesít. De jelenleg ez a keret, ez kanyarban nincs a Fradihoz és a Puskáséhoz. A Fradihoz nincs. Puskással nem feltétlenül vagyok ilyen biztos. A Puskás kerete egy nagyon-nagyon jó keret. De nem kéne ekkora különbségnek lenni a két csapat között. Tehát lehet, hogy jobb a Puskás kerete, vagy összeszokottabb, inkább azt is mondanám, de hogy túl nagy a különbség jelenleg pontilag. Hát meg azt elvegyük el tőlük, vagy hát legalábbis engedjük meg azt a lehetőséget, hogy a szakmai munka is minőségi, mert például a Puskás Akadémia egy-egy gólokkal megnyeri a legfontosabb meccseit. A Fehérvár egy darab Kisvárda elleni győzelemet leszámítva nem tudja legyőzni a riválisait, sőt örülünk, ha nem kap ki tőlük, és azért az, hogy egy csapat, amelyikre komoly céljai vannak, a rangadókat nem nyeri meg, az azért árulkodó. Ez a fél Puskásnál nincs kérdés, úgy kezdték a tavaszt, hogy legyőzték a Fradit, legyőzték a Molfehérvárt. Ez egyértelmű jelzés, hogy bejelentkeztek. Szerintem a dobogónál lejjebb nem végeznek, de hogy itt most a Fradinak tényleg össze kell kapni magát, mert nem az a helyzet, mint mondjuk tavaly, hogy a Fehérvárra kell figyelni, de itt amit ilyen komát 10 pont különbség volt, hanem itt most lesz egy nagyon komoly, egy nagyon sikeréhez, tényleg egyelőre még teher nélkül futballozó Puskás Akadémia, tényleg ahol nincs több tízezer szurkolótábor, nyilván földrajzi adottságokból fakadóan, és egyáltalán ott ez még nem elvárás. Jól fogod viselni, a Felcsútnak előbb lesz BL helyezése, mint a Unitednek, mert ott azért necces. Már mint a Manchester Unitednek, mert biztos van. Találkozunk a konferencia ligában. Igen.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Más témára most így ebben az adásban nem jut idő, de hát ezek voltak a legégetőbbek, bár nyilván beszélnénk hókisokról, kosarasokról, sok egyébről, vagy PCR tesztekről, amit a Tenisz Szövetség egyébként most kedvezményesen árul, ahogy hallottam. Még van raktáron néhány tucat, de ezt majd talán a következő adásban vesézzük ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra. Viszlát.